Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábomhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a lápcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. A bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felel. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjj fel. Thank you.
utcákon a gyűlölet vonult, s a láthatáron felizzott a múlt. Érezte, hogy most már menni kell, mert mindig ugyanúgy kezdődik el. Csak ott át, egy hajnalon, azon a száz éves pályaudvaron, elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthon. Elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Nagy volt a zaj a pályaudvaron, s mint ha már ott állt volna rég, egy régi film, egy furcsa film, s ő ismerősnek tűnt a kép. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthon. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Vannak idők, mikor menni kell, mikor feltűnik a ház falán a jel. Nem volt már egészen fiatal, s úgy éreztem, majdnem belehal. Mikor a sínek mellett állt egy hajnalon, azon a száz éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthon. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, de a szívet örökre itt hagyom. A szívemet örökre itt hagyom. Excellenciás úr, polgármester úr, főrabbi úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Ma 10 órakor még Szolnok városában, az egykori gettó területén álltam, és egy emlékművet avattam. Egy emlékművet a lerombolt szolnoki ortodox zsinagógáit, s partnerünk a helyi önkormányzat volt. Most pedig itt vagyok veletek, ahol egy komoly közéleti szereplő, egy tisztességes önkormányzat mellett civilek, a dobutcai fiúk voltak a partnereink, és nem egy zsinagógára, hanem egy vízcsapra emlékezünk. És ha valaki ebben az összehasonlításban bármilyen fontossági sorrendet vél felfedezni, az téved. Aki nem hisz a csodákban, annak nincs más dolga, mint elmélyülni a zsidóság történelmében. Észrevenni, hogy miközben az elmúlt 2000 év folyamán birodalmak és nagyhatalmak győzelmeikkel együtt eltűntek a történelem forgatagában, addig egy hazáját veszített nép nem csak túlélte a történelmet, de ősei földjén új hazát volt képes teremteni, Izrael államát. Talán a létező csodák kategóriájába tartozik a zsidóság túlélése, amit a hagyományőrzés, hitünk ébren tartása, az üldöztetések során kialakult túlélési képességeink is segített.
ma nincsenek Mózeseink, de tudjuk, a zsidó nép előtt nyílt ketté a Vöröstenger, és tudjuk, hogy a szomjhalál biztos percei előtt is Mózes fakasztott vizet a sziklából, hogy népe enyhülést nyerjen. 1944 telén a budapesti nagygettó területén, itt a Rumbak-Sebestyén utcába, ami vízcsapunk volt, a Mózes sziklája. Életet adott az éppen csak életet hagyottaknak, reményt a reményt vesztetteknek. Itt álltak sort edényeikkel, vödreikkel az éhezést már megszokott szomjazók, ide jöttek vízért a gettóban meghalt ezrek gyászolói, a megtörtek, az árvák, az egyedül maradtak. És ide jöttek vízért azok, a későbbi túlélők, akiket az emléktáblánk egyszerűen csak dobutcai fiúkként említ. Kedves barátaim, egy tisztességes önkormányzat, vagy az emlékező civilek? Egy gyönyörű ortodox zsinagóga, vagy egy rozsdás vízcsap? Ki tudja ma, melyik a fontosabb? A zsidó népet ugyanis az a kulturális szellemi háttér tartotta meg, melyet egyszerűen csak zsidó vallásnak nevezünk. A zsinagóga fontossága tehát nem megkérdőjelezhető. De az életet adó vízről már szent könyveink is sokat írtak. A víz az élet irányítója, anyáink ringató méhétől a halott mosdatás szentségéig. A Talmudban olvasható egy kegyetlen történet, amely mintha előre felidézni a holokausztot. Két ember megy a sivatagban, de csak egy embernek elegendő víz van náluk. Mi a helyes? Ha megosztják, és mindketten meghalnak, vagy ha egyikük megissza, és hagyja a másikat meghalni. Az egyik bölcs ezt mondja, a másik azt, de a Talmud annak ad igazat, aki óv az értelmetlen áldozattól. Aki teheti, igya meg és éljen. Maradjon élet bármi áron, de maradjon. Azért, hogy itt állhassunk és emlékezhessünk a halottainkra. Azokra is, akik lemondtak a vízről, akik lemondtak az utolsó falat kenyérről, hogy másoknak is jusson. A Talmud, mintha előre látta volna ezt a drámai helyzetet. Az élet ezernyi halál révén győzött, és ez csap az élet, és ez a csap az élet ígérete volt. Ez a mi rozsdás vízcsapunk a nagy embermentők sorába lépett. Nem kaphat ugyan Yad Vashem kitüntetést, de gettó lakók ezrei köszönhetek neki túlélésüket. Emlékezünk rájuk, emlékezünk azokra az ezrekre, akiket elpusztítottak, és arra kérek mindenkit, ne engedjük, hogy Európában újra a gyűlölet irányítson népeket vagy hatalmakat. Köszönöm szépen! Itt vagyunk egy kb. 73-74 éves vízcsap előtt valamilyen szimbolikus módon. Ez azt jelentette, hogy akik ezt a vízcsapot látták, ők ma 85-90-95 évesek, ha még élnek, néhány közülük. Ezt a megemlékezést szervezték, és úgy képzeltem el, amikor a meghívást kaptam, hogy ezzel öreg bácsikák, akik valamit akarnak csinálni, és egy vízcsapnak állítanak emlékművet, és megkezdtem magam, hogy egy vízcsapnak emlékművet állítani. És kicsit is mosolyodtam, hogy mit fogok én mondani egy vízcsap mellett, vagy vízcsap előtt állva. Ez hogy jön ahhoz a rengeteg-rengeteg fényképhez, filmhez, amelyikkel lehet látni Auschwitz rámpáit, amely lehet látni az emberek ezreit, tízezreit, a szemüvegeket, a fogsorokat, a cipőket, a neveket. Ezek olyan erős élmények, olyan erős látvány, olyan erős impulzus, és állunk egy vízcsap előtt, mit lehet mondani? Aztán, amikor tovább gondolkodtam, hogy a gyermekének ezt hogy mondanám el. És eszembe jutott két kép, amit elhoztam nektek is. A lágerben elpusztított embertömeg. Pont most az élet menete, amelyik arról szól, aki volt az élet mellettén, hogy Auschwitztól Birkenauig ugyan sorokba mennek az emberek a két láger között, hogy mentek a halálmenetben. Most mennek az életmenetben, mutatva azt, hogy van élet a halál után is. A zsidó nép tud élni, annak ellenére, hogy meg akarták gyilkolni. És ez a látvány, hogy mennek az emberek,
egymás után hoztam egy sorokban a halálmenet, erről mesélnék a gyermekeimnek, hogy hogyan lehetne ezt a Magyarországon, Magyarországról eldeportált, vittak a gettóban meggyilkolt 600 ezer embert szimbolizálni, ez nagyon nagy számot szembe egy vízcsappal. Sőt, hogy itt ültem a legszélső széken, így folyton jött a húzat ebből a húzatos házból, aki benézett be a házba, láthatja, hogy összeköti a Rumbasvesi utcát a körúttal, ilyen házaknak a lakóit, hogy egy ilyen házakban lakhatott 10 000-be is akár. Hogy tudom ezt elmondani? Aztán van ez a klasszikus emlékkép, amit megért mindenki. Mondhatnánk azt, hogy kortól függetlenül. Az, hogyha minden ember megfogja másik kezét, így, ez kb. 1 méter, milyen hosszú lenne a sor. És ez 600 ezer ember, ez egy Budapest-München távolság. Azért München, ez egy szimbolikus hely, München, addig érne el ez az ember sor, a magyar 600 ezer mártír, vagy akár Krakkóig is elérne, sőt, egy szűken beleférne egy Budapest, Auschwitz, Budapest, oda-vissza vasútjárathoz, bár ilyen tudjuk, hogy nem volt. Az csak egy egyirányú út volt. Olyan elképzelhetően az embersor számunkra, hogy nem tudunk elmondani a gyerekeimnek. Nem tudom velük érzékeltetni, mi ez a 600 ezer ember. Hány és hány és hány gyerek, unoka, dédunoka is meghalt velük együtt. És akkor mehetünk a 6 millióra rá, 6 millió, sokszor mondjuk 6 millió, 6 millió, 6 millió. Ebben a sorba állva, ez egy Budapest-India távolság volna. Annyi zsidót öltek meg, hogyha egymás kezét fognák, Budapesttől Indiáig érne ez a sor. Emberek kézen fogva, milyen szép kép, emberek kézen fogva, de sajnos egy álomkép. És ez a nagy-nagy számhoz, hogyan egy csap? Mit lehet mondani erre? Aztán, amikor gondolkodtam, értem szomjas lettem. És oda mentem a hűtőhöz, kivettem a hűtött vizemet, a szénsavasat, enyhén szénsavasat, vagy is lehet kapni ma már, és megittam. Ez a lényeg az egész üzenetnek, hogy a szomjúság érezhető, a szomjúság tapintható, a szomjúságot mindenki meg tudja érezni, szembe a Budapest Bombé kézen fogott embersorral. És olyan világban élünk ma már, gyermekek abban nőnek föl, telefonok, internet, szuper intercity-k mennek szerte a világban, mesterséges intelligencia helyettünk gondolkodnak, számítógépek, okostelefonok, és már ebben a nagy-nagy modern világban elfelejtkezünk a legevidensebb szükségleteinkről. És akkor, amikor mindenről kezdünk elfelejtkezni, hirtelen elfelejtkezünk a saját múltunkról is néha. Régen volt ez már, mi közöm hozzá? Hogy tudok én kapcsolódni a 600 ezerhez, a 6 millióhoz, az embertömeghez? Ma én boldog zsidó vagyok, gyerekem is az iskolába járnak, kósert eszünk, szombatot tartunk, van kidus a templomainkban, van minden. Mondhatnánk ezt rögtön az első pillanatban, de nekünk, akik itt 2018-ban élünk ebben az országban, nem csak az a dolgunk, hogy mindezt a jót, ami van nekünk, átéljük, megéljük, élvezzük, hogy megköszönjük, ki áldással, ki köszönettel, ki bárhogyan, máshogyan, hanem nekünk az a dolgunk ebbe a fogyasztói társadalomba megálljunk. És álljunk meg egy csapnál, a legelső csapnál, és csodálkozzunk rá, hogy azért nem mindig volt ide a hűtőszekrényünk tele. El kell menni a gyereknek ide, vagy bárhova, hogy itt volt egy csap az utcában, hogy sorbált, hogy elnök úr elmondta a különböző képeket, amit el tudunk képzelni. Még egy képünk van, állj meg és nézz el erre a csapra. Nézz el erre a csapra, ami az életet jelentette, egy csepp víz szemben a gyűlölettel, egy csepp víz szemben a gettóval, egy csepp víz szemben a háború tüzével, egy csepp víz szemben a fizikai és spirituális égető tűzzel, amelyik arról szólt, hogy elégesse az emberi kultúrát, elégesse az embert, elégesse az ember szeretetet ebből a világból, hogy hirdethesse az Übermensch, az Überfox fogalmát,
hogy vannak jobbak, és vannak kevésbé jók. Ha itt fönt vannak, vagy listában vannak. Nem. Ilyet nem. És ezzel, ezt kell megtanulnunk. És el kell mondani, hogy napról napra, nem mantrázni, nem átgondolni, hogy meg kell tanulnunk megbecsülni a világot, meg kell tanulni megbecsülni a vízcseppet. Meg kell tanulni megköszönni mindent ebben a világban, akár a vízcseppet is. Mert ma van, holnap ki tudja, mi lesz. És el kell mesélni a gyerekeinknek, hogy nem evidencia a van nekem élménye. Nem evidencia az autó, az internet, az okostelefon, a kényelem, a hűtőszekrényre beütött zero kóla. Nem evidencia, hanem legyen evidencia az, hogy a legkisebb dolgnak is meg kell örülni. Kell emlékezni rá, és ez a vízcsepp, ez a vízcsap, és a vízcsepp is, ami belőle kijött, vagy valószínű 44 fagyos telép belefagyott néha, hiszen a Duna is befagyott, látjuk a képeket, ezerszeresen vízhangzik. Meséljünk róla, meséljük el. Éppen ezért álljunk meg magyar emléktáblánál, és a rámpák mellett, a szemüveg mellett, a fogsorok mellett nézzünk rá erre a táblára, és képzünk azt a vízcsapot, és akkor benézzünk ebbe a sok, a hosszú-hosszú folyosóra, ami bent van. Egymás megy udvarokba, kérdezzük, az utcáig állt a sor egy pohárral, vagy egy vödörrel, hogy tudjon valaki vizet vinni haza. És álljunk szembe ezekkel a vízcsapokkal és a vízcseppekkel, amelyben tükröződünk mi önmagunk is, és én azt kérem, azt tanítom, hogy lássuk meg magunkat minden egyes vízcseppben, lássuk meg magunkat a saját történelmünkben, fedezzük fel magunkat a saját múltunkban, és magyarként, zsidóként, méltóan emlékezve, el nem tagadva, el nem ferdítve, legyünk büszkék arra, hogy emberként, emberséges emberként élünk, és figyelünk a másikra, és ha valami szüksége van, akár csak egy csepp vízre is sétünk neki. Hát ezért lettünk teremtve ebben a világban. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők! A mai napon egy szörnyű tragédia áldozatai előtt hajtunk fejet. 1945 kora tavaszáig Magyarországról több százezer zsidó honfitársunk esett a holokauszt áldozatául. Minden akkor kioltott élet hatalmas vesztesség. Emlékezzünk most a szétszakított családokra, az anyára, az apára, a fiúra, a lányra, a művészre, a tanárra és az ártatlan emberek tömegeire. Azokra, akik a munkaszolgálatban, a halálmenetekben, a haláltáborokban, vagy akár itt a dobutcákban, vagy a tömeges kivégzések során vesztették életüket. Az, hogy most itt vagyunk, nem csak a megemlékezés és a szolidaritás, hanem az együttérzés és az összetartozás kifejezése is. Azoknak a sokat szenvedett embereknek állítunk ma emléket, akik kiszolgáltatottan, szomjazva, éhezve, testileg és lelkileg megtörten küzdöttek és próbáltak meg túlélni. Mint tudjuk, az emlékezés önmagában nem elegendő. Fontos, hogy valami maradandót és kézzel foghatót alkossunk azok emlékére, akik elszenvedték a kínokat, és a jövő nemzedéke számára, hogy megismerjék a történelemnek a tragikus korszakát. Minden emléknapnak szerepe van a jelen alakításában. Azáltal, hogy osztozunk a fájdalomban, közelebb kerültünk egymáshoz. Fontos, hogy tanulni tudjunk a múlt történelméből, és megerősítsük nem csupán történelmi, de lelki is a közösségünk. Tanulnunk kell a múlt bűneiből, észre kell venni, hogy semlegesnek maradni kevés, nem csupán külső szemlélőkre van szükség, hanem minden korban egyértelmű és bátor kiállásra. Úgy gondolom, hogy az emlékezésnek a közösség megtartó ereje vitathatatlan,
és a cselekvésre ösztönöz minket a hétköznapokban is. Hiszem, hogy az emléktábla, amelyet Erzsébetváros önkormányzata a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökével, Heisler András úrral egyetértésben helyezett el, hozzájárul ahhoz, hogy méltó módon emlékezzünk és hajtsunk fejet a holokauszt áldozatainak emléke előtt. Végezetül engedjék meg, hogy egy Radnóti Miklós vers idézettel zárjam soraimat. Ember, vigyázz, figyeld meg jól a világot. Ez volt a múlt, ez a vagy jelen. Hordozz szívedben. Éld a rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Izgadal, veiskadás, smirabot. Beol modivro, hiruse, veemlik makuse, vechai fan, vjojmet fan, vechai dechor, besis royal, ba'avolo, vizman korib, veimru amen. Yehesh, me, rabo, mevorach, leolam, ולאור מרמיו, יזבורך, וישתבח, ויספואר, וישראימה, וישנשא. ויסדור, ויסלה, וישרוש, מידק ושובריבו. פלוירו מנפור ברכוסו ושירוסו, תשבחוסו ונחמוסו, דאמירום באורמו ואמרומן. יהי שלומו רבו מנשמיו, וחיים עולנו, והכל ישראל, ואמרומן. ויישא שורם במרימו, hogy jársz egy soraimon élni, vár kol Iszraél, bimbi amen. Aki békét teremtett a magasságban, ő teremtsen békét itt lent nekünk, az emberek között is, és elmondjuk azt, hogy amen. Thank you.